Évekkel ezelőtt óriási népszerűségnek örvendett a Móra Kupa Győrben, amely sorozatban csaknem 25 tanévben biztosított versenyzési lehetőséget a focista palántáknak, akkoriban fiúknak. Ahogy az intézményben háttérbe szorult a labdarúgás, a kupát sem rendezték meg jó ideig. Ezt a megszakadt hagyományt élesztette újra az Eto utánpótlás edzője, Szabó Tibor, aki 10 győri iskolából hívott meg csapatokat a tornára, amelyen most lányok léptek pályára. Feltett szándékom az, hogy ebben a mai tornában ne csak az legyen, hogy játszanak ma, illetve a holnapi napon, hanem az, hogy minél több kislány, aki még nem etós, mert jó sokan vannak már itt, hál' Istennek, akik hozzánk kezem alatt pallérozódnak, viszont hogy minél több kislány kedvet érezzen, és így ezáltal az Etónak a bázisát meg tudjam növelni. Az Etóban 4 korosztályban nagyjából 50 lány ismerkedik a labdarúgás alapjaival. Az U13-asok közül legtöbben a Móra Kupán is játszottak valamelyik iskola színeiben. A rendező intézményben újra előtérbe került a foci, egyéb más sportágak mellett. A beiskolázásnál is próbálunk törekedni arra, hogy az egyik osztályunk, a C-osztályunk az sportoló gyerekekkel legyen megtöltve. Én azt látom, hogy a gyermekeknek ugye a harmada tudja, ugye első környéke, hogy mit szeretne, a kétharmadánál pedig a szülők szeretnék megvalósítani a saját vágyaikat. Ez valamikor aztán nincs köszönő viszonyban egymásra, és a gyerekek váltanak. Van olyan gyerek, aki 2 sportot is űz egymás mellett, ez azt gondolom, hogy alsó tájékán még elmegy, de valahol a választóvonal az, hogy 5. tájéka, tehát olyan 10-11 éves kor tájéka, amikor is el kell dönteni, hogy ha komolyan akarok sportolni, akkor mit szeretnék sportolni. Azt gondolom, az alapozás az mindenképp legjobb, hogyha a tordaúszás és atlétikai mozgások köré épül, és akkor ez minden sportnak, így a labdarúgásnak is alapul szolgálhat. A Móra Kupa szervezőinek célja, hogy újra hagyomány legyen ebből a versenysorozatból, később nem csak lányok, hanem fiúk részvételével is.